noches a todos. Sajtótájékoztató keretében mutatta be a férfi kézilabda NB1-ben szereplő PIK Szeged az új igazolásait, azaz I.S. Ferencet, a spanyol Roberto García Parrandót, a szintén spanyol Nico Mandellát és a bosnyák Vladimir Vranjest. Arra is fény derült, hogy Juan Carlos Pastor vezetőedző segítője, egykori Valladolidi játékosa, Marko Krivokapić lesz, aki a Tiszapartiak korábbi játékosának, Miloradnak a bátyja. Az elején nem lesz könnyű dolgunk, hiszen új csapatot kell építeni, amelyben mindenkinek meg lesz a feladata. Ehhez időt kérünk a szurkolóktól, mert az első időszakban rengeteget kell majd dolgoznunk. Erre lesz is szükség, hiszen elég bonyolult az a filozófia, amit képviselek, mondta az NSO TV-nek a PIK Szeged új edzője, Juan Carlos Pastor. I.S. Ferenc 6 év után tér vissza Szegedre, a régi messzámát is visszakapta, aminek külön örül. Természetesen szeretné bebizonyítani, hogy nem volt rossz döntés a visszaigazolása. Kicsit aggódtam, hogy fognak fogadni, viszont rögtön az első nap városban több pozitív visszajelzést is kaptam, több ember leszólított, és mondták, hogy hallották, hogy visszatérek, és hogy mennyire örülnek neki. Szóval ennek én is nagyon örülök, és pont ezért nagyon szeretném, hogyha meg tudnám hálálni ezt az embereknek majd a következő 3 évben. A vezetők a következő szezonra sem támasztottak elérhetetlen célokat a csapat elé. Nekünk Magyarországon nyilván csak a Veszprém a szint, anélkül, hogy bármelyik csapatot meg kívánnám bántani, és nem ments. De azért mi mai sajtótájékoztatón sem mondtunk olyan irreális célokat, amiket esetleg nem lehet tartani. Mindenképpen közelebb akarunk kerülni a Veszprémhez, és hogyha a Veszprémhez közelebb kerültünk, akkor az azt jelenti, hogy a nemzetközi élmezőnyhez is közelebb kerülünk. A célok, mint tavaly a Magyar Kupába döntőbe jutni, a Magyar Bajnoki döntőbe, illetve a BL-ből a 16-ba. Természetesen minél jobb játékkal, minél szórakoztatóbb, látványosabb játékkal, és természetesen nem lennénk elkeseredett, hogyha valamelyik poszton vagy fronton tudnánk előrelépni. A PIK Szeged július 22-én Szegeden kezdi meg a felkészülését, majd 2 nappal később edzőtáborba vonulnak.